Hát sziasztok srácok, köszöntök szépen mindenkit a mai videóban, és hát láthassátok a menü dizájnból, hogy kint van a Team of the Year event, ami azt jelenti, hogy ez szerintem az év egyik legnagyobb eventje a FIFA mobilban, és láthassátok, hogy a Star Passnál van egy sárga folt, ezért meg is nézzük elsősoron, hogy hogyan is néz ki a Team of the Year Star Pass, és hát én azt kell, hogy mondjam, hogy elég stabil rewardokat lehet itt kapni, elkezdve a 99-es plusz Team of the Year játékosoktól, Prime amik hasznosak az eventben, lehet stadion tokent is kapni, amivel stadionokat tudunk kiváltani a sztorban. Tehát elmondhatjuk, hogy nem ez a FIFA mobil történetének legrosszabb sztárpassza, de most már azért térjünk a lényegre, és nyissuk ki a 99-es plusz játékosunkat, és hát grifót nyissuk ki. Tudni illik, hogy ezeket a játékosokat nem igazán a használatra kell alkalmazzuk, hanem inkább exchange-ekben. Meg is mutatom, hogy miről lenne szó. Hamarosan jön a reset, és úgy a napi reset, és újra fogjuk tudni játszani a skill game-eket, de elsősorban nézzük meg azt a play szekciót. Itt napi 3 skill és két mérkőzés kell lejátszanunk Totti tokenért, amiért cserébe tudjuk kapni a 98 pluszos játékosokat amiért cserébe exchange tudunk váltani, és azért mindenkinek ajánlom, hogy ezt a szekciót vigye rendesen, mert itt is vannak ilyen revárdocskák, amit ilyen pontokért lehet klémelni, megvan mindegyik szintnek az értéke, és mindegyik szintnél lehet különféle revárdokat kapni, és itt azt írja, hogy minden 5. mérföldkő után garantált játékost kapunk, Na de, itt lenne az exchange és a reward felület. 40 darab team of the year pontért tudunk váltani egy 98 pluszos játékost, amelyeket fel tudunk használni exchange-ekbe, még nagyobb overrating játékosokért. Most egyet példamutatásként nyitok nektek, nézzük meg, hogy ki fog érkezni belőle. Természetesen egy nem nagy értékelésű játékos, de onnan nem is tud érkezni. Viszont, ám még kell egy játékos, de ezért egyet még nyitunk hogy megmutassam, hogy miket lehet nyitani az exchange verzióba. Új, egy Kulumuani, ez egy elég okés játékos. Frankfurtban mostanában nagyot megyen. Na de nézzük is, megvan így a négy játékos, az exchange ennyi kell, és nyissuk is a csomagocskát. Totti Player Exchange Pack, ebből nagy eséllyel Volkaut érkezik, úgy is van. Tökéletes animáció, nem francia játékos, sajnos kapus, ezzel így nagy eséllyel Hugo Loris lesz. Hát nem panaszkodhatunk érte, viszont már belőle van egy nyitásom, majd remélhetőleg egy jövőbeli Pekko Penning videóban megláthassátok, hogy miről van szó. De nézzük meg a főbb játékosokat, én a mondó vagyok. 109-es Team of the Year, Modric, elég stabil, tökéletes skill boost, és tényleg mindent tud, amit egy szannak tudnia kell, vagyis CM-nek. Kurtua meg szerintem a játék egyik legjobb kapusa lesz, a felő semmi kétségem nincsen. Nézzük meg most Halandot. Meglepően 5 per 4-es van. Hm. A statokban egyébként nagyon jót néz ki, de az a 4 per 5-ös kicsit levon az értékéből. Nem úgy, mint állok, aki 5 per 5 kap, a skill egy egyedül, ami nem tetszik, egyébként tényleg nem rossz játékos. Na de messzi őt, tényleg nagyon ki szeretném szedni valahogyan. Kíváncsi vagyok, lesz-e szerencsém pont őt kinyitani. Jó traitek, minden tökéletes játékos. Kilian Mbappé meg 148-as Pésszel abszolút egy beast lesz. Uh, tradeja is oké, okay, és igaz nem tud jól fejelni, de ő egy ilyen gyorsabb csatárnak mondható. De Brönn pedig uh, róla is azt tudom szinte elmondani, mint, uh, mint Modricról, Úgyhogy nem nagyon különböznek, és Lewandowski, 5 per 5-ös nem is lassú játékos, egy ilyen játékos, szívesen elfogadnék a csapatomba, úgyhogy efelől tényleg semmi kétség. Wayne Rooney, 4 per 5-ös is, kicsit meglepnek ezek a játékosok. Campbell viszont egy nagyon stabil kis védőnek tűnik. Na de ami igazán érdekel engemet, az Philip Lam, a Bayern legenda, kávés nem a PC-t, de jónak tűnik, és tényleg, hogyha kinyittanám, akkor instant a csapatomba kerülne, nagy kedvenc volt annó még Philip Lam, és uh, még kik vannak, nézzük meg Blanket, uh, 119-es pénz, mondjuk védekező statisztikákban, oké, okay és Didier Drogba, a Neki most volt egy lapja, de ez is csak 4 5-ös kapott. És a Sinhoz konkrétan, így a lélegzetem el nagyon jó kapus 150 statokkal, ilyen statokat tényleg nem is hiszem, hogy láttam még a játékban. Úgyhogy ilyen szintű játékosokat is lehet az exchange-ek által kapni, de hogyha kiviszel 50 darab exchange-et, akkor garantáltan kapsz egy 109 plusz Ultimate Team of the y játékost. Na de hogyha most már itt lennénk a ikonos részben, itt tudni lenni, hogy napi 9 tokent lehet kapni videók megtekintése által, és sajnálatos módon a prime egyértelműen nem free play, de ez az IE-hez mérten egyáltalán nem meglepő szerintem. És itt érdekes módon egy Del Pierrot tudunk kapni, ami azért szomorú, mert én, ahogy láthattátok az előző videómban, ingyenesen kiszedtem, így hát itt a revárdoknak számomra legalábbis nem sok értelme van. Itt van a kannaváró, de az én csapatomba legalábbis használhatatlan. Na de hát, ez van. Közben a skillgémek nálunk reszetelődtek, előttek, így hát videón belül egy-két skillgémet lejátszunk. Szerintem amúgy a Team of the Year event eléggé egyszerű és nagyszerű, nem kell sokat foglalkozni vele, viszont vannak a kuveztek, ahol azért a heti küldetéseknél néhány dolgot el kéne végezni. Például háromszor kivinni a VB módot, aminek én őszintén semmi értelmét nem látom, de hát. Hogyha felődni akarunk, akkor az ilyeneket ki kell vinni. Hát igen, egy kicsit nyug dolog, de ez van most remélhetőleg az a skill game jön, amit az IE nem rég tett be a játékban. És hát igen, a is skill game van szó. Itt annyira a lényeg, hogy a nyuszikkal kell elkvasszolgatni a sárga nyuszinak a passzolás. Több pontot ér, mint a többivel. Röviden ennyi. Néha fel tud azért idegesíteni, de egy kezdőjátékos is szerintem ezt a skill game-et nagyon simán ki tudja vinni. Úgyhogy nem itt lesznek a gondok. És hát jöjjön az utolsó harmadik skill game. Itt kettő az egyben kell passzolnunk, ha jól emlékszem. Ezek a skill legalábbis az első héten tényleg nem reszet előttek. Minden nap ugyanazt kellett csinálni. És ez ma se változik meg. Legalább láthassátok de piero akcióba. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a Shot power -já. nézzétek csak meg eléggé brutális. Láthassátok a labda sebességét, hogy milyen gyorsan is halad az a kapuba, és harmadjára is. Úgyhogy Del Pieróval én idáig elégedett vagyok, és remélhetőleg jövő héten ki fogjuk tudni próbálni őt egy head to -head mérkőzés keretein belül is. Na, és itt vagyunk a már említett questeknél. Tényleg semmi nagy különlegesség nincs, viszont az a Tornament és 7 darab head to head vagy menedzser módos győzelem azért az nem semmi. Na és így a videó végeztével még nézzünk rá egy-két Team of the Year játékosra, csak úgy kíváncsiság volt tényleg. És itt azért vannak eléggé szép kis finomságok, Mbappé ára az ekekben nyilvánvalóan ezen semmi meglepő nincsen. Van Dyke Mané tényleg rengeteg játékos kapott team of the Year lapot, és én azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy nem érdemtelenül. Itt van Kimik kis. Idén nem csodálom, hogy nem kapott magasabb ratinget, ez így neki tökéletes. És itt van Davis is. Most itt Bayern játékosokat nézek már, ezekre vagyok kíváncsi. Pészben még egész szuper játékosnak tűnik. És itt vannak 104-es játékosok, Guardiót kinyitottam, de azt majd a következő videóban fogjátok látni, hogy mi is lenne a helyzet. És így utoljára pedig, így Upamecanoval szeretnék tőletek búcsúzni. Köszönöm, hogy a mai videóban velem tartottatok, találkozunk majd a következő epizódban. Sziasztok!